kérdéssel kezdeném, hogy ki ismeri a, a megalkuló macskák című mesét. Ezeket fel. Ó, azért van egy, van egy kora társaságban, hogy így, így, így fogalmazhatok. De ha esetleg valakinek nem, nem lenne meg, akkor talán ez alapján megvan. Ugye talán mindenki ismeri a sztorit, de nem lenne meg, akkor gyorsan összefoglom. Az a lényeg, hogy két macska azt a feladatot kapja, hogy egy egérrel teli házban ugye valamilyen módon ennek a problémának véget vesen és hát rengeteg, rengeteg lyuk van, amit ugye be kell tömködjenek, ami aztán hát ugye végén nem is sikerül nekik és hát egy kompromisszumot kötnek, ugye megalkusznak, és ugye végül a hűtőből hát szereznek maguknak elemmózsiát. Na, hogy, hogy jön ez ide, hogy jön ez a kiberbiztonság, és hogy egy egyáltalán is kettő. Hát most ugye elég sok ügyfélnél beszélgetünk is kettőről, és hát nagyon azt látjuk, hogy azért ez egy kicsit ebben érzik magukat az ügyfelek, mint ezek a szerencsétlen macskák, hogy itt itt van egy IT rendszer, egy, 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 akármilyen architektúra, aminél hát rengeteg lyuk van, amit hirtelen be kéne foltozni, és ezért ez egy nagyon nagy feladat. És hát látszik, hogy egy szegény macskáknak a sikerülség kérült, hát nekünk viszont ennek sikerülnie kell. És ugye hoztam egy számot, ez nagyon vicces egyébként, mert ugye norma, így hívják a dokumentumot, ha felmegy valaki a kormány.hu-ra, egyébként nagyon szép női név. De ugye a 3 x eseket szedtem össze, ez nagyon vicces egyébként, mert ez a harmadik szám, amit 3X-re itt az előadásra, nem tudom, valaki figyelte, de egyet mondott a hatóság, egyet egy tanácsadó kolléga, és most ez az én, én számom. Na mindegy, majd szünetbe leboxoljuk, vagy előre egy kicsi, legközelebb egy kicsit jobban összebeszélünk. De úgy ugye. azért mindannyian látjuk, hogy ez egy elég nagy szám. Tehát ezek, ez az a 164 kontrollpont, amit, ami gyakorlatilag ebben a dokumentumban szerepel. E, és ez csak egy EIR, ugye? Tehát ugye nyilván ezt minden eir meg kell tegyük. A 3X az azt jelenti, hogy ez, ez egy alapszintű megfelelési kötelezettség, tehát ezt igazából megkerülni nem lehet. E, ugye ez egy nagyon nagy feladat, hogy jelent a vállalatok számára, ezért én azt gondolom, hogy ezt magunknak saját erőforrásból úgymond talán a, a pénzügyi szektort leszámítva, meglépni nagyon nehéz. Igazából itt jövünk mi a képbe. Ugye ides tova, 8 év, 2 hónap és 9 nap nehéz volt megélni, de azért csak sikerült. Szóval ennyi ideje foglalkozik az Invitek dedikáltan uh, Cyber Security szolgáltatásokkal, ugye menedzser szolgáltatásokat nyújtunk. Ez már régóta az, a, a, ez a kijelölt célunk, hogy így segítsük az ügyfeleinket. Ugye az első, mint voltam bár pontot, hogy ez miben lehet segítségre. Ugye az első, hogy ugye megosztott infrastruktúrákkal dolgozunk, tehát ha valakinek szükség van egy adott kiberbiztonsági megoldás, akkor nem kell beruháznia egy teljesen új rendszerre, azért vannak rendszerek, amiket elég horroráron mérnek, hanem egy osztott erőforrást lehet igénybe venni. A másik fontos pont, ugye havidíjas szolgáltatásokról -kat nyújtunk. Ugye ez, ez, egy, ez, az egész megint csak egy nagyon nagy, nagyon nagy kapex terhelést tud jelenteni itt a cégek számára ezt mi egy, egy picit azért ki tudjuk egyenlíteni azzal, hogy ugye havidíjas formában tudjuk ezt megtenni. A harmadik, ugye a PSU Grow modell, ugye mit jelent ez, hogy ugye az ember ahogy növekszik, úgy fizet többet az adott szolgáltatásért, ez megint csak abban tud segíteni, hogyha beazonosítunk egy EIR, de aztán az auditon kitalálják, hogy nekünk azért van még három, akkor, akkor ezt, ezt a rendszert szépen hozzá tudjuk igazítani, és annak megfelelően fizetünk többet érte, amennyire növeljük. Illetve ugye van egy csapatunk az egész mögött, tehát az pedig szintén a sokszor megénekelt szakember hiányt hivatott segíteni. És ugye integrál szolgáltató is vagyunk, tehát hogy valakinek ugye mentési szolgáltatás kell, szeretne végre egy olyan felhőbe költözni, ami, ami a, ugye a NISZ2 kritériumainak már megfelel, akkor ebben szintén tudunk segíteni. Van egy nagyon klassz tanácsadói csapatunk. Itt nem is húznám nagyon az időt vele, mert szerintem tanácsadásról előttem már sokkal többet, többet és jobban, jobban tudtak beszélni az előző előadásokban, de ugye, ha nem egyértelmű, ha elakadnál, vagy egyáltalán, hogy mutassunk -e egyet, akkor tudtok hozzánk fordulni. Ugye itt Beszélgetünk már elég sok cégem. Két hete voltam kint egy egészségügyi, hát igazából vérvételi gépeket gyártó cégnél, és ők mondták, hogy ők azért, mint egészségügyi szabályozásokban érintett cég, elég magabiztosan állnak az, elé, ez az egészhez, és mi lenne, hogyha igazából mi csak megmutatnánk egy-két lépést ebből az egészből, és ők utána ebben, a, ebben már maguk is el tudnának navigálni. Mondtuk, hogy persze, flexibilisek vagyunk, tudok segíteni. Természetesen ez, ezek csak most címszavak, nyilván, ha valaki a teljes felkészítést szeretné ránk bízni, akkor ebben is tudunk segíteni. És itt ö, megpróbáltam összeszedni a kontrollpontokat, egyébként négy szolgáltatás lesz összesen, úgyhogy már nem kell sokáig várni a kávéig. A, a, ugye ez egyik a Cyber Security awareness szolgáltatásunk, itt a kontrollpontokat írtam föl, szerintem felesleges most itt olvasgatni, de a lényeg a lényeg, hogy Ugye Cyber Security Awareness szolgáltatást nyújtunk, tudatosítunk gyakorlatilag ügyfeleket, ezt nagyon régóta csináljuk. Szerintem, hogyha valaki esetleg itt nem találkozott velünk, akkor ott volt egy ilyen kis asztalunk, ami ezt lehetett játszani. Tehát ez egy tudatosító platform, egy nagyon jó kis megoldás, ugye a Proofpoint megoldását használjuk. Most már régóta szerintem magyar, nagyon sok megoldást kipróbáltunk, magyarul ők a legmeggyőzőbbek. Uh, ugye képző, a képzéseket akár ki is dolgozzuk és le is bonyolítjuk, tehát ha valakinek erre van szüksége, akkor ezt gyakorlatilag teljesen át tudjuk vállalni. Tapasztalt kollégák vannak, akik ebbe az egészben már régóta benne vannak phishing szimulációkat nyújtunk, nagyon érdekes eredmények szoktak születni. Egy nagy magyar hát élelmiszer, élelmiszer céggel beszélgettünk, és jött hozzánk az IT vezető, hogy akkor ő szeretné ezt a szolgáltást igénybe venni. És akkor csináltunk neki egy phishing szimulációt, és mondtuk, hogy hát akkor ne szóljunk a dolgozóknak, mert ez mégis mégiscsak kéne egy baseline-t csinálni ehhez a sztorihoz. És mondta, hogy jó, jó, hát akkor találjunk ki erre valamilyen megoldást csináljunk egy e-mailt. És akkor megcsináltuk ezt az e-mailt, és mondta, hogy hát jó, hát oké, okay, megcsináltatok, de azért ez így nagyon könnyű, meg nagyon átlátszó. Mondtuk neki, hogy hát jó, hát ha szeretnéd, akkor legyen valami bonyolult. Mondta, jó, nem, most már mindjárt megcsináltatok, haladjunk, és tudja felmutatni valamit a vezetőségnek. 67% volt a bukási arány, és ebből ugye egy az kolléga volt, tehát az IT-n is sikerült valakit törbecsalni. Egyébként mi is ezzel szoktuk magunkat tesztelni, magunkat. Itt ül valahol a Tibor kollégám, aki minket szokott boldogítani, így az inviteken belül mi is ugye kötelezően oktatva vagyunk ebben a témában, és én is kattítottam már phishing szimulációra, a, meglepő módon, De nem, egyáltalán nem meglepő, jó, jó leveleket szoktak összerakni a tibarék. Jó, ugye az, előadásban, vagy pontosabban itt a kontroll szettek között megjelenik az, hogy ezekről, ugye, amit elvégzünk, gyakorlatilag mindenről valamilyen historikus adatokat kell szolgáltatnunk, ez a platform, ez erre is alkalmas, és ez igazából ezt is meg tudjuk tenni, hossz, ott meg tudjuk mutatni az auditornak, hogy mikor, milyen képzéseket, milyen phishing szimulációkat végeztünk el, és ezek milyen eredménnyel zárultak. Jó, next-gen networking. Nem tudom, hogy ez a fogalom létezik -e, de én nagyon büszke voltam magamra, amikor tegnap este tízkor kitaláltam. Ugye a networkingben uh, uh, látjuk ezt a tendenciát, hogy ugye van a hálózat és van a security, legalábbis eddig ez így külön volt, most már azért így, ez így kezd összeolvadni, ezért próbáltam azt a szóval uh, úgy -e, szemléltetni, uh, de, de úgy, vannak a gyártók, Secure SD-vannak hívja, minden, mindenféle más marketinget használnak, rá, de így, lényegében mindannyian értjük, hogy miről van szó. Ebben is elég sok tapasztalatunk van, most már jössz számos 100 plusz végpontot számoló SD van hálózatot működtetünk, ez alatt azt mondjuk, hogy teljes működtetés, tehát nem az, hogy megépítettük, aztán útjára bocsájtottuk az életbe, hanem teljesen mi kontrolláljuk továbbra is. Ugye a gyártói minősítéssel rendelkező kollégák. Ugye miért fontos ez? így visszamegyünk, és bocsánat, hogy kicsit visszafelé haladok, de ugye a, a szabályozó előírja a biztonsági személyzet képzését. Na most ugye ez azért nem egy olyan triviális dolog, én legalábbis máshol még nem igazán hallottam róla. Ugye ezeket a kollégákat képeznünk kell. Na most mivel tudjuk bizonyítani, hogy ezeket a kollégákat képeztük, valamiféle gyártói megfelelésnek a gyártói szert, vagy hívjuk akárminek a meglétével. Azért ezek adott esetben elég ö, időigényes dolgok tudnak lenni, a kollégákat kiveszik a munkából, tehát azzal, hogy esetleg egy menedzser szolgáltatóra bízunk, aki ele, akinek elemi érdekel különböző okok miatt, hogy ezeket a, szolgált, ezeket a certifikéteket frissen tartsa, ezzel igazából ezt a, ezt a ö, követelményt ezt ki tudjuk pipálni. Ö, Rengeteg ugye, tűzfalszolgáltatást üzemeltetünk több százat, ez a több száz tűzfalszolgáltatás nyilván csak a szolgáltatások száma, tehát emögött ugye adott esetben jóval több tűzfal folyamatosan rendelkezésre állás, megint csak IT szakemberi hiány, megint csak egy visszatérő probléma, hogy nagyon nehéz olyan IT-t építeni házon belül, IT, főleg IT security-t, ami, ami minden rendelkezésre áll, és ugye itt is külön figyelmet fordítunk ezeknél a szolgáltatásoknál arra, hogy hossza, hosszan visszamenőleg tudjunk adatot szolgáltatni adott esetben hatóságnak, vagy ügyfeleinknek egyébként, az ügyfelek többször kérik. jó, és talán még de nem utolsó sorban, szok ez a service. Ugye a, itt egy elég, én szerintem elős elvárást tett a hatóság. Ugye a 4.13-on megjelenik az, hogy napló bejegyzések felülvizsgál elemzés és jelentéstét. most az elemzést azt elég nehéz máshogy értelmezni, mint hogy egy siem rendszer. Ez azért egy elég komoly beruházás tud lenni adott esetben. Persze oda lehet ültetni Bélát, hogy próbálja meg ezt elemezni, de általában ennek nem szokott túl sok eredménye lenni, és nem hiszem, hogy a hatóság ezt, már majd nyilatkoznak, de hogy a hatóság ezt elfogadná, mint egy működő megoldás, és ugye a jelentést érte. Múlt héten voltunk kint egy koreai tulajdonú cégnél, és akkor ott beszéltünk az IT vezetővel, aki szintén koreai, és mondta, hogy hát mi magyarok kicsit olyan furák vagyunk, mert náluk mert mi mindent bejelentünk, meg kérdezte, hogy ugye, hát ez be kell, tényleg be kell jelenteni, és mondjuk, hogy hát nyilván, ha valaki nem jelenti be, akkor világe rajta, hát maximum megbüntetik. És akkor mondta, hogy hát mi magyarok milyenek vagyunk, mert Koreában igazából a halálesetet bejelentik a munkáltatók, de egyébként semmi más nem. Mondtuk neki, hogy hát jó, lehet, hogy mi vagyunk még mindig őskommunisták, de hát ez van. Úgyhogy, úgyhogy igazából, igazából mi a hatós, de viszont a hatóság előírja, hogy ugye Képesnek kell lennünk arra, hogy ezeket elemezzük és, és ö, ö, ugye, jelentést tegyünk, már maga a képesség meg kell legyen, ezért igazából azon, hogy nem, azon, hogy, de azon nem tudunk spórolni, hogy azt mondjuk, hogy hát meg se építjük azt a rendszert, ami erre, erre alkalmas se tenne minket, hanem hát majd amit észreveszünk, azt bejelentjük. Nyilván az egy másik kérdés, hogy mi az, amit bejelentünk, és mi nem, ez már mindenkinek ö, adott ö, problémája, de hogy maga a jelentés... Ö, jelentéstétel képessége, ugye, hogy hány órán belül és hogyan kell ezt megtegye, azt, azt, az igazából egy elvárás, és én azt gondolom, hogy ezt igazából egy SIEM rendszer nélkül, egy működő SIEM rendszer nélkül ugye nem lehet megtenni. Miért fontos, és miért mondom azt, hogy működő? Ugye magában a SIEM rendszer nagyon egy nagyon egy féllábú óriás, ugye nyilván arra szolgálna, hogy a különböző biztonsági incidenseket felfedezzük, megvizsgáljuk, és utána meg, meg tudjuk tenni a megfelelő ellen intézkedések ennek megfelelően. Viszont nagyon sok helyen azt látjuk, hogy megvesznek egy nagyon drága SIEM rendszert, és utána ez igazából így el van magában. Tehát ő unatkozik, nem csinál semmit, igazából nincs szabályokkal feltöltve, és nincs, aki igazából a benne lévő adatokat megvizsgálja. Ez... Meglepően, meglepően, gyakori sztori, annak ellenére, hogy ez egy nagyon drága rendszer, viszont ugye az emberi erőforrás az egyrészt nagyon drága, ugye analisztokat nagyon nehéz találni, nem tudom, ki próbált meg levadászni az utcán, itt relatíva a kereti körül keveset látni. Ugye, illetve, tehát hogy ez is még egy nagyon nagy költség. Ugye nálunk ez egy szóárral van kiegészítve, Security Orchestration and Response, tehát még meg van támogatva egy mesterséges intelligenciával, ami azt segít, hogy ez egy még hatékonyabb rendszer tudjon lenni. Tehát az analisztok tényleg azzal foglalkozzanak, ami, ami az ő feladatuk, hogy a tényleges incidenseknek felderítsék az okát, és ebben segítséget nyújtjanak az ügyfeleknek, hogy ezt hogyan tudják kiküszöbölni. 724-ben rendelkezésre állunk, erre is nagyon büszkék vagyunk, tehát a 724-ben socot üzemeltetünk, ugye l 2 és L3 szinten, ez megint csak egy nagyon fontos dolog, hiszen hogyha hajnali kettőkor történik az incidens, és egyébként ha hajnali kettőkor történik az incidens, ahogy a statisztikákat látjuk, akkor, akkor is kell valakinek ott ülni és tudni válaszolni. Megint csak a historikus adatok, nagyon sok, most itt nem soroltam fel, az előző szlájdon beraktam pár pontot hogy ugye mit vár el milyen kontrollpontok vannak de nagyon sok kontrollpont vonatkozik az időbélyegekre mi történt hogyan történt ki tör, kivel történt ez megint csak fontos lehet ez, ebben megint csak ugye egy ö, SIEM szolgáltatás és SOT szolgáltatás ö, tud segíteni és ami nagyon fontos és igazából ö, ezzel is zárnám a logmennyiség hogy az, ez a szolgáltatás logmennyiség alapú tehát ha valaki talál magánál egy darab EIR rendszert, akkor ugye ki tudjuk ezt a szolgáltatást úgy alakítani, hogy egy darab EIR rendszerre analizáljuk a lókat. Nem kell egy teljes SIEM rendszert kiépíteni, nem kellett teljes socot felállítani. Ha ő 500 logot akar lemezni, akkor 500 logot. És a kollégák egyébként még olyan jó fejek is, hogy azokat a logokat, amik ugye nem security szempontból relevánsak, azokat ebből az egészből ugye kiszűrik. Szóval ezzel én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség tud lenni, érdemes élni vele. És igazából ennyit szerettem volna mondani itt a szünetben, hogyha valakit esetleg ez mélyebben érnek akkor megtalál minket. Köszönöm a figyelmet!